Köszöntöm a célkeresztben nézőit! Tesztüzem után éles működés előtt, akár még idén hadrendbe állhat a Bánkúti és a Békéscsabai háromdimenziós radar. Ezek az eszközök meghatározó feladatot látnak majd el hazánk és a NATO légterének védelmében. Hatalmas focilabdára emlékeztető építmények emelkednek a Bükkben és az Alföld keleti sarkában. Ezek a mérnöki csodák lesznek hivatottak ellenőrizni a hazánk felett évente átaladó több mint 500 000 repülőgépet. A háromdimenziós radarok legnagyobb előnye, hogy a céltárgyak távolságát, magasságát és oldalszögét is képesek meghatározni. Alkalmasak továbbá légi katasztrófák helyének megállapítására, valamint terrorcselekmények felderítésére. Az építmények olyan erősek, hogy kibírnak 200 km/órás orkán erejű széllökéseket és egy közepes erősségű földrengést is. A Békéscsabai és a Bánkúti radar mellett a rendszert egy harmadik lokátor teszi majd teljessé, amely a tervek szerint 2014. januárjára épül fel Medinán. Vendégem a stúdióban Zentai László ezredes, az 54. Veszprém radarezred parancsnoka. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Ezredes úr, az imént elhangzott, hogy a próbaüzem véget ért legalábbis a két már létező radar esetében. Melyek a következő lépések? A tesztelés és a próbaüzem befejezése után átvételre kerül a gyártótól a két radarberendezést, ezt követően a radarok rendszeresítési eljárására, illetve hadrendbe állítására kerül sor. Hogyan kell elképzelnünk ezeknek a radaroknak a működését, illetve rendszer szinten hogyan működnek ezek? Ezek a radarok ugyanúgy működnek, ugyanúgy továbbítják az adatokat, mint a jelenleg is meglévő radar századaink a légtér ellenőrző központokban, amik feldolgozzák az információkat és az alapján állítják elő az azonosított légihelyzetképet. Háromdimenziósnak nevezik ezeket az eszközöket. Mit jelent ez pontosan? Mert gondolom, hogy egy kicsit más, mint a hétköznapi értelemben. Eddig üzemeltetett hagyományos radarink nagy része úgynevezett kétdimenziós radar, ami csak az oldalszög és a távolság adatokat volt képes mérni adott települési helyhez képest, és ez került továbbításra. Ezek a háromdimenziós radarok már képesek a úgynevezett helyszöget is mérni, ez a földtől mért magasságnak a meghatározásához szükséges. A Magyar Honvédség életében mit jelent egy ekkora volumenű, egy ekkora nagyságrendű beruházás? Érzékelhető lesz-e valamilyen formában akár a hétköznapok munkájában is? Hát óriási változást jelent, hiszen a jelenleg üzemeltetett radarok a 70-es, 80-as években kerültek be az országba. Ezek kerülnek leváltásra most már 21. század technológiájával. Emellett párhuzamosan folyik a légtérenőrző rendszer, az adatfeldolgozó rendszernek is a kiváltása. Jelent-e valamilyen plusz feladatot az önök számára az új berendezések üzemeltetésére való felkészülés? Mennyivel másabb ez, mint az eddigi rendszer? Mennyivel adott esetben bonyolultabb vagy nehezebb? Nagy eltérés az, hogy jóval nagyobb informatikai háttere van ezeknek a radaroknak, így a radarkezelők már inkább informatikusok, mint gépészek vagy akár villamosmérnökök. Tehát az ő felkészítésükre mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni informatikai területen. Ez a két meglévő radar esetében már megtörtént, illetve hát az időbeli csúszás miatt ugyan megtörtént már a harmadik radar személyállományának a részbeni felkészítése is, de ezt meg kell ismételnünk, illetve hát az új belépőknek újból el kell indítanunk ezt a folyamatot, de úgy gondolom, hogy az az idő, ami rendelkezésre elegendő arra, hogy biztosítani tudjuk a személyállomány felkészültségét. Amikor maga az épületek elkészülnek, akkor telepítésre kerül a már kész radar, ami a gyártóbázisán leraktározásra került. Ennek a tesztüzeme követően kerül a rendszerbe állítás. Előreláthatóan az eddig megszerzett tapasztalataink alapján, illetve a gyártónak átadott segítségünk alapján jóval rövidebb ideig kell majd a tesztüzemet folytatni, mint az előző két radarnál, tehát Békéscsaba és Bánkút esetében. Így előreláthatóan 2014 elején már rendszerbe lehet állítani a medinai háromdimenziós radart. Erő, elszántság, kitartás elengedhetetlen feltételei a túlélésnek. Erről bizonyosodhattak meg azok a szerencsés nyertesek, akik a Honvédelmi Minisztérium és a National Geographic TV csatorna közös játékán vettek részt. A négy nap alatt számtalanszor elhangzott a különleges erők kiképzőinek sokat mondó jelszava: ha megnyerte, hadd vigye. Stop!
A négy napos program egyetlen eleme sem volt előre megbeszélve. A játékosok a helyszínen szembesültek azzal, mire is vállalkoztak. Voltam augusztusban egy túlélő estén, szintén itt Táborfalván, és az annyira megtetszett, hogy gondoltam, hogy ezt az ötnapos verziót is végigcsinálom. Az egynapos annyiban volt jobb, mint az ötnapos, hogy az egy nap után véget ér. A 4,5 órás katonai testnevelés fájdalmas perceket okozott a tucatnyi újoncnak, akik ezt követően sem pihenhettek, hiszen a fáradtság természetes velejárója a katonai feladatoknak. Sokszor érezzük, hogy inkább letennénk a zsákot, de hát kiképzők azért nagyon jól motiválnak minket, hogy folytassuk továbbra is. Mindenre persze nem lehet felkészülni. A hétköznapi ember álló képessége itt szinte semmire sem elegendő. Tök mindegy, az ember milyen fizikai felkészülése van, az úgyis itt kiderül, hogy nem az igazi. A kiképzés során először tereptannal, majd a zászlóalj által használt fegyverek megismerése után menetbiztosítással, valamint kis csoportos harcászattal foglalkoztak az újoncok. Mivel az alapvető túlélési technikák, a csapdaépítés, a tűzgyújtás, a víztisztítás és a menedékkészítés elengedhetetlen a különleges katonák számára, ezért ezeknek az elsajátítása szintén a foglalkozás részét képezte. Az utolsó éjszaka helikopteres harcászati gyakorlat következett, amit Hende Csaba honvédelmi miniszter is megtekintett. A modern korban alkalmazkodni kell a média kínálta leghatékonyabb eszközökhez, úgy gondolom, hogy ez a program, ez igen alkalmas arra, hogy a Magyar Honvédség eddig elzárt területeire is betekintést engedjen és felkeltse az érdeklődést a katonáink munkája iránt. A sikeres hadműveletet követően Sándor Tamás ezredes, a különleges műveleti zászlóalj parancsnoka értékelte a résztvevők teljesítményét. Teljesen különböző mentalitású, felfogású fiatalok jöttek, mint nyertesek, akikben megpróbáltunk egy kis csapatot kovácsolni, nagyon jól teljesítettek egyébként, akarták, szerették volna csinálni, tehát az a lelkesedés azért az átlendítette őket azokon a holtpontokon, amik azért bekerültek ebbe a rendszerbe. A tréning legfőbb célja tehát teljesült, a résztvevők megismerték önön határaikat, ami elengedhetetlen a túléléshez. A bátorság, a küzdeni tudás, a kitartás igazi sportoló erények, de nem csak az övék, hanem a katonáké is. Az elmúlt évtizedekben sokan voltak, akik egyesítették magukban mindkét hivatást, sportolóként és katonaként is hazájukat szolgálták. Példájuk ma sincs követők nélkül. A száguldó őrnagy Puskás Ferenc, a kardvívó tábornok Kárpáti Rudolf, vagy a birkózó Varga János neve mindenkinek ismerősen cseng. Az ő nyomdokaikon járnak azok a magyar katonák, akik különböző szintű hazai és nemzetközi megmérettetéseken, Európa és világbajnokságokon, sőt olimpiákon rendre kiemelkedő helyezést érnek el. A haza szolgálatával kiegészülve az élsport valódi hivatás számukra, hiszen példaadásuk messze túlmutat rajtuk, ügyük az ország ügye, személyes kiválóságukkal és példájukkal, kitartásukkal és teljesítményükkel az egész nemzet elismerését kivívták. A londoni olimpián ugyancsak előkelő helyen végzett katonasportolók bebizonyították, hogy az áldozatos, következetesen elvégzett munka meghozza gyümölcsét, ami méltó a nagy elődök örökségéhez. Vendégem a stúdióban Marosi Ádám szerződéses főhadnagy, aki témánk szempontjából is egyáltalán nem utolsó sorban olimpiai bronzérmes öttusázó. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Mi a véleményed arról, hogy a sportnak egy katonai életében milyen szerepe van, milyen szerepet kell vagy kellene betöltenie? Hát amit én tapasztaltam az elmúlt időszakban, az ugye az volt, hogy az egyrésztről, hogy a katonaság, illetve a Magyar Honvédség elkezd menni egy olyan irányba, hogy nem elsősorban pszichológus, jogász vagy sportoló valaki, hanem elsősorban katona, és utána lesz valaki sportoló, és utána lesz valaki jogász. Ebből kiindulva ugye egy olyan alapfizikai állapotot kell elérni minden egyes magyar katonánál, illetve ez lesz majd a cél, hogy tényleg a világ bármelyik pontján megállják a helyüket, és én, amit eddig tapasztaltam, nagyon-nagyon jó úton járunk e felé, és nagyon jó úton haladunk. Mennyire más, és ugyanakkor mennyire hasonló ez a kétféle sport, ez a kétféle mozgás, ami egyrészt a versenysport, illetve másrészt az általános kondicionáló sport, amire mondjuk a honvédségben van szükség? Teljesen más a kettő. Voltak itt olyan speciális elemek, amikkel én eddig még nem találkoztam, például a farönköt cipeltünk, illetve villanypoznát cipeltünk 3-4-en. Ugyanabban a ritmusba kellett lépnünk egyértelműen, különben szétütött volna a válunkat, de nekem külön rá kellett készülnöm a fekvő támaszokra, a felülésekre,
jó lehet, mondjuk a hasizmot, hátizmot eddig is erősítettem, de mondjuk a fekvő támaszra is, mi a maximista vagyok, ezért elmentem a max pontszámra, arra ezért nekem külön rá kellett készülnöm. A sport, illetve a versenysport milyen különleges képességekkel vagy speciális képességekkel járul hozzá egy katonának a felkészültségéhez? Ha lehet itt százalékba kifejezni, akkor én azt mondanám, hogy mondjuk egy 30%-ot profitáltam a sportmutamból. Egyébként egy teljesen más világ a katona élet, illetve a laktanyán belül élet. Összesen lehet hasonlítani a civil élettel. Csupa olyan dolgot tanultam, amit a civil életben én hasznosítani tudok. Ennyi idő eltelte után lehet már olyasmiről beszélni, hogy mondjuk mentálisan érzel valamilyen különbséget, változást? Hazaszeretettem az mindennél fontosabb, kiemelem, hogy az eléggé sokat nőtt. Tehát nekem azért voltak korábban olyan gondolataim, és főleg itt a sport miatt, hogy nem voltam esetleg úgy megbecsülve, még korábban nem voltam egyéni világbajnok. Igen, csak nehéz volt a megélhetésem, de végig is úgy hozta nekem a sors és az élet, hogy 2009-ben megnyertem az egyéni világbajnokságot, és egy nagyon szép 4 évet zártam le most Londonban, ahol bronzérmet nyertem, és az alapkiképzés során a bajtársiasság, az egymásért való küzdés. Tehát én ugye egyéni sportoló vagyok, nekem ezt nagyon-nagyon nehéz volt megszoknom, hogy ott vannak még körülöttem mások is, és tényleg mi egy csapatot alkottunk, egy szakaszt alkottunk, vagy egy századot. Nagyon nehéz volt átállítani az agyamat, de most, hogy bekattant így az agyamba valami, hogy nem csak az van, hogy én, hanem ott van a társam is, és hát főleg az, hogy haza, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Az idei év kiemelt gyakorlata volt az Alapos Bázis 2012, amelynek célja a Magyar Honvédség műveleti vezetési rendszerének tesztelése volt katasztrófa, illetve védelmi helyzetben. A tatai lövészdandár műveleti tartalékosai sikeresen hajtották végre feladataikat, amelyek között egy áteresztő ellenőrzőpont működtetése és védelme is szerepelt. Záró gyakorlattal ért véget az Alapos Bázis 2012, amelynek során a tatai lövészdandárhoz bevonult önkéntes tartalékosok bizonyíthatták felkészültségüket. Az eseményen részt vett a honvédelmi miniszter is. Hende Csaba azt mondta, az önkéntes tartalékos rendszer már bizonyított, a honvédség továbbra is tárt kapukkal várja a jelentkezőket. A tartalékos rendszer nyitott. Abba bárki jelentkezhet, aki fedhetetlen előéletű, 18 éves elmúlt, és megfelel az egészségi, pszichikai és fizikai követelményeknek. Hangsúlyozom, bárki, tehát nem csak a férfiak, de a hölgyek is jelentkezhetnek a tartalékos haderőbe. A honvédelmi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy a lehetőségek mellett kötelezettségek is várják a jelentkezőket. Korábban leszerelt katonákra az elsők között számít a honvédség, tekintettel arra, hogy nem operett hadsereget, nem díszhuszárokat akarunk, hanem valódi katonai képességet szeretnénk és fogunk is létrehozni. Ezért aztán a teljes körű kiképzettséggel és felkészültséggel rendelkező volt katonákat, illetve másodszorban, vagy mellettük egy sorban a rendőrség, a határőrség és más fegyveres testületek volt tagjait szólítottuk meg. A záró gyakorlat feladatai között szerepelt a tartalékosok bevonultatása és beöltöztetése. De a tartalékosoknak tudniuk kellett azt is, hogy katasztrófa vagy védelmi helyzetben miként kell civil járműveket, illetve technikai eszközöket bevonultatni és honvédelmi célra felhasználni. Ennek a folyamatnak a lépéseit is bemutatták, miközben egy áteresztő ellenőrzőpont üzemeltetését és védelmét szintén biztosítaniuk kellett. Kedves nézőink, a célkeresztbent látták. Legközelebb december 5-én jelentkezünk. Addig is péntekenként megnézhetik Honvéd Hét című heti hírösszefoglalónkat, illetve látogassák meg honlapunkat a www.honvédelem.hu címen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!